Nagy tétje van annak, hogy az ember kiben vagy miben bízik, kit vagy mit tart tekintélynek. Mert hozomra elfogadni valamilyen tanítást, az ugye azzal a kockázattal jár, hogy esetleg kiderül, hogy valamit félreértettem, vagy valami olyasmit hittem el, ami nem állja meg a helyét. Ugye ismerjük Szőren Kierkegaardnak ezt a hasonlatát, amikor kigyullad a cirkusz, és akkor a bohóc szalad, hogy hírul adja az embereknek, hogy lángol a cirkusz, és gyertek gyorsan segíteni, oltani, és hát mindenki jót nevet rajta, hát milyen hitelesen adja elő ezt a figurát. És pedig akkor ott nem arról volt szó, mint annál a unatkozó pásztorfiúnál, aki akkor is farkas kiáltott, amikor az nem jött, hanem aztán leégett a cirkusz, meg aztán a falu is, mert senki nem hitt neki, mert bohóc volt. Mózes, amikor megkapja az elhívását az Úrtól, hogy szabadítsa ki az ő népét az egyiptomi rabszolgaságból, akkor ő is eléggé megijed ettől a feladattól, és hát szeretné valahogy hitelesíteni ezt a dolgot. Először szabadkozik, el akarja hárítani, de az Úr ragaszkodik hozzá, hogy te leszel az, aki ezt megteszed. És akkor ugye először mutatja neki ezt a botot, hogy ha eldobod, akkor kígyóvá változik. Hú, hát ez valami csoda mégis. Talán ez már olyan, ami majd egy valamifajta védjegy lesz az ő személyén, vagy az ő szolgálatán, hogy csodákat tud tenni, aztán később tényleg ezzel a bottal ketté választja a Vöröstengert, aztán rákopint a sziklára, és forrás fakad belőle. Tehát sok minden történik ezzel a bottal. De azért ugye azt is szeretné, hogy valahogy elmondhassa ennek a népnek, hogy ki küldött engem hozzátok. Uram, hát nem fognak nekem hinni, de ki vagy te? És akkor mondja az Úr azt is, hogy vagyok, aki vagyok. Én vagyok a létező, a van. De azt is hozzáteszi, ugye, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene, tehát az ősatyák istene, akiről ti már tudhattok. Tehát a történeteitek, a hagyományokok az valami módon erről az Istenről szól is. Mózes ennek az Istennek a nevében jön. Hát aztán Mózes elvégzi ezt a feladatot, teljesíti a küldetését, és van egy érdekes jelenet, amikor ugye fölmegy a hegyre, és akkor ugye a Szentírás szövege külön ki is hangsúlyozza, hogy ott úgy beszélt az Úrral, mint hogy egyik ember a másikkal beszélte. És ez a közvetlenség Mózes és az Isten között, ez azt eredményezte, hogy amikor lejött a hegyről, akkor sugárzott az arca. Nem tudtak ránézni. Hát valahogy képzelhetjük el, mint hogy a hold is különösen most teli hold volt, ugye éjszaka tiszta az ég volt, akkor hát olyan fény tud sugározni, hogy szinte úgy érezzük, mint a nappali világosság lenne, pedig hát ez nem a saját fénye, hanem a nap fényét vetíti vissza. És hát valahogy így lehetett Mózes, és az Úrnak a dicsősége ragyogott az ő arcán, el kellett takarni egy kendővel, mert nem lehetett az arcára nézni. De attól még tudták, hogy nem Mózes az Isten, hanem ő csak egy közvetítő, ő közülünk való, de ő az, aki az Isten és mi közöttünk közben jár, és aztán hozta a kőtáblákat, ezt az ajándékot, amit a hívő zsidók a mai napig is megünnepelnek, a Tórát, a Tórán külön ünnepet szentelnek, hogy az Isten nem ajándékozott bennünket azzal, hogy a tudomásunkra hozta az ő akaratát. Mert ez nem olyan magától értetődik. Pedig aztán később tudjuk, hogy a Tóra igazából átokká lett bizonyos szempontból, Pál apostol is erről ír, hogy igazából nem tudta megmenteni a népet, mert ugye megvan a kutya természetünk, és hiába tudjuk, mi az Isten akarata, mi valamiképpen nem vagyunk képesek arra, hogy azt teljesítsük. Tehát a törvény ilyen értelemben ítélő bíránká lett. Mondanám, hogy így fogalmaz Pál apostol itt a második korintusi levélben, hogy Mózes valójában a kárhoztatás szolgálatát végezte akkor, amikor a törvényt elhozta. És ez is olyan dicsőséges volt, hogy nem lehetett az ő arcára nézni. Azt mondja, hogy de amikor beteljesedett mindez, és Jézus Krisztusban az Isten emberi alakot öltött, és szenvedett és meghalt értünk, miattunk, és amikor feltámadt, akkor rábízta a tanítványaira most már nem a károsztatás, hanem az üdvösség szolgálatát. Tehát azt az üzenetet, azt a jó hírt, azt az evangéliumot, hogy az Isten végtelenül szeret, mindent megtett az örök életünkért, az üdvösségünkért, és ezért semmit nem kell tennünk, egyszerűen csak elfogadni, mint egy ajánlat. Ugye Pál valahogyan ezt szeretné
ennek a párhuzamát, meg az ellentétét, hogy a törvény és az evangélium, Mózes és Jézus szolgálta közötti ellentétet, és egyben a párhuzamot is kidomborítani, hogy ha Mózesnek, aki csak a törvényt hozta el, és aki igazából a károsztatás szolgálatát végezte, olyan dicsőséges volt a szolgálata, hogy ragyogott az arca, hogy mennyivel fényesebb és dicsőségesebb Jézusnak a szolgálata, az apostoloknak a szolgálata, vagy akár a mai ige hirdetők szolgálata, a tied is, hogyha te tanúságot teszel arról, hogy én tudom, hogy Jézus szeret engem, és téged is, és ezt az egész világot ő megmenti, azért jött el, hogy üdvözítsen és örök életet adjon. Ha ezt továbbadjuk, ez a szolgálat hihetetlenül dicsőséges. És akkor itt jön megint a hitelesség kérdése, de hát kérem, hogy a Pál, hát cserépedényben van rejtve. Tehát nincsen csili-villi csomagolás. Aminek köszönhetően drágában el lehet adni a terméket. Annál is inkább, mivel ez ingyen van. És akkor, hogyha valaki egy kis ragasztott barna papírzacskóban nyújt át egy ajándékot, akkor sértésnek veszik, ugye? Milyen már ez? Egy törékeny cserépedény? Egy sima kis ragasztott barna papírzacskó? Ne sértsél már meg, azért add már meg a módját, ugye? Ez nem kerül pénzbe, ez ingyen van, csak nagyon-nagyon megfizetetlenül drága volt annak. És hát ilyen cserépedényekben adja az Úr, mint amilyen volt Pál apostol, akiről a korabeli feljegyzések azt írják, hogy kopasz, nagyon rú, hát nem túl jó megjelenésű ember, nem túl megnyerő megjelenésű ember. Akinek a levelei, hát ugye azért arról tanúskodnak, hogy ő egy tanult, művelt ember volt, hiszen ugye nem csak, hogy a rabbi, Gamáliel rabbi lábainál tanult, hanem emellett ugye azért a széleskörű, helleniska műveltséggel is rendelkezett, ugye ez kiderül a leveleiből, az érvelési módjából, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit a filozófusoktól is ismerünk. Tehát egy művelt, nagytudású ember volt, és ugyanakkor nagyon határozottan képviselte az álláspontját, és úgy tanított, amiben bátran, akár borholta is néha a gyülekezeteket, és azt mondják, hogy a levelei erőteljesek, de a megjelenése szállalmas. Hát ilyen a csomagolás. Törékeny cserépedényben van ez a kincs elrejtve, pontosan azért, hogy nehogy magának tulajdonítson bármit is abból, ami eredményt ez elér. Kedves testvérek, a reformáció ünnepén azt szeretném szívünkre helyezni, magamnak is, mindannyian. És azt szeretném, hogy ha tudatosítanák magunkban, amennyire tőlünk telik, mert úgyis a Szentlélek munkája az, ami igazából egy belátásra, egy meggyőződésre elvezetett bennünket, tehát ez egyedül az ő kezében van, de hogy mi magunk, amit a kis értelmünkkel be tudunk látni, hogy tudatosítsuk már magunkban, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, amikor azt mondjuk, hogy hiszünk a feltámadásban, és hiszünk az örök életben, ennek borzasztó nagy jelentőség. Ilyeneket szoktunk mondani a hétköznapi beszélgetésekben is, csak úgy, hogy ezt senki nem mondja komolyan. Örök élet. Viccelődünk is vele, vagy viccelődnek is vele, örök élet ingyen sör. De mi, amikor azt mondjuk, hogy hiszem a feltámadás az örök életet, akkor itt ez nem vicc, ez halálosan komoly. Felfogjuk ennek a súlyát, ennek a jelentőségét? Felfogjuk a jelentőséget annak, hogy ebben a kis jelentéktelennek tűnő, ragasztott barna papírzacskóban, vagy van a törékeny cserépedényben, milyen kincs van elrejtve? Hogy mivel vagyunk megajándékozva? De azt mondja Jézus, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. És ugyanúgy azt is, hogy boldogok, akiket az igazságért küldöznek, mert övék a mennyek országa. A reformáció nem az, amit mi csinálunk. Sokan talán úgy gondolják el, és ma is szokták mondani, hogy kéne megint egy Luther Márton, mert az egyház már így, meg a papok így, meg a papok. Testvérek! Nem úgy történt, hogy Luther Márton csak fogta magát a hasárit, és azt mondta, hogy majd én megreformálom az egyházat, csodál. Kereste az irgalmas Istent, mert ő egy elesett, összetört kis szegény szerzetes volt, aki rettegett attól, hogy a pokol fenekére fog jutni, mert nem tud elég jó lenni. És nem tud eleget böjtölni, nem tud eleget imádkozni, nem tud eleget zarándokolni, meg virrasztani. És amikor csak szembesült a ténnyel, apostoli levélből, az Ószövetség idézettel, hogy az igaz ember a hite által él, akkor ez megfordította az egész életét. És akkor ezt elkezdte, így nem tudta magába tartani, elkezdte hirdetni mindenkinek, hogy ezt mindenkinek meg kell tudni. Emberek tévedésben vagytok, amikor azt hisznek, hogy nektek kell itt valamit
valamit csinálni, és megújítani, meg jobbá tenni, meg megreformálni. Egyszer csak el kéne fogadni, hogy az Isten már megcsinált nektek, elkészített, és ott van letette. Komolyan kéne venni ezt az ajándékot. Tehát azt mondja Pál, nem kevesebbet állít, mint azt, hogy Mózes a mai napig is egy nagyon jelentős személy, hát a zsidók számára még inkább, a Jézus korabeli zsidók számára talán még inkább, mert még korban is közelebb voltak hozzá, tehát nem volt jelentősebb személy, mint Mózes, és akkor azt mondja Pál, ez a jól képzett zsidó, hogy Mózes szolgálatánál sokkal jelentősebb, teljesebb az, amit mi csinálunk, mert azt a Jézust hirdetjük, aki már nem a kárhoztatást, nem a törvényt hozta nekünk, hanem a szabadítást, és az Isten irgalmát, és az örök életet. Hát ez sokkal fényesebb és ragyogóbb, csak hát ezt így nem tolja az arcunkba az Úr, hogy na ugye lássátok, mert ugye hát igyekszünk karácsonyt, hogy szépen becsomagolni az ajándékot, fényes szalaggal körülkötve, hogy az minél sejtelmesebb legyen, minél örömteribb legyen, és amikor kibontjuk, akkor az meglegyen a hangulata, de itt ő nem csinál ennek egy ilyen görög tüzet, hanem csak elmondja a tényeket, közli velünk, hogy ez így van, és nekünk pedig ugye ott a lehetőség, hogy talán leküzdjük magunkban az előítéleteket, és azt mondjuk, hogy nem azt nézem, hogy milyen a csomagolás, sőt, talán hálás is vagyok érte, mert hát én magam is hát olyan vagyok, amilyen, és az Isten engem így fogad el és így szeret, akkor milyen csodálatos dolog az, hogy mégis engem is kiválasztott és elhívott arra, hogy örök boldogságban, örök örömben éljek ő vele. Nem csak Mózesnél jelentőségteljesebb az, amit Jézus tett, és az, amikor Jézust hirdetjük, vagy megéljük, hanem a világ minden eseményén jelentőségteljesebb. Biztos vagyok benne, hogyha lett volna újság Jézus korában, akkor az, hogy őt keresztre feszítették, nem került volna a címlapra. Minden nap voltak kivégzések ott a Golgotán. És az, hogy két köztörvényes bűnözőt és köztük egy ilyen kicsit félnótás, magát prófétának tartó embert is felakasztottak, ez nem volt hír. Csak hogy ez az esemény, Jézus halála és feltámadása, az egész emberiség számára, a ma élő emberek számára és a majdan valamikor élő emberek számára is az egyetlen lehetőség és út az örökkévaló Istenhez, a Teremtőhöz, az Atyához. És ő benne van a mi életünk és üdvösségünk. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Nem Mózes arcán, hanem Krisztus arcán. És ez a kincsünk cserépedényekben van. Jézus rábízta a halászokra, barátaira, Péterre, Andrásra, Jánosra, Jakabra és a többiekre, hogy ők hirdessék. És aztán elhívta Pált, ezt a korábban keresztény gyűjtöző farizeus, hogy ő is hirdesse, és így jutott el hozzánk is. És a mai napig is ilyen kis ragasztott barna papírzacskókban, vagy törékeny cserépedényekben van elrejtve ez a kincs bennünk, hogy ezt a rendkívüli erőt, ami az örök életet, az örök boldogságot jelenti, ezt egyedül csak Istennek tulajdonítsuk. És ebből semmit se magunk. Adja az Úr, hogy az ő szent lelke ereje meggyőzzön bennünket belül először arról, hogy mennyire nagy ajándékot kaptunk tőle, tudjunk ebből élni, ennek az örömét átélni, és ezt megosztani másokkal. És úgy fordulni Istenhez, mint akivel egyedül bízunk, és embertársainkhoz pedig úgy, mint akikhez ugyanazzal a szeretettel viszonyulhatunk, amilyen szeretettel Isten fordul mi hozzánk. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát tereát, és adjon neked békességet.